megszokhatta már a mosonmagyaróvári közönség is, hogy a győri filharmonikusok mindig egy újdonsággal, egy különlegességgel rukkolnak elő. Ma este sem lesz ez másként. Honnan jött az ötlet, hogy az Abbát vigyék színpadra ilyen különleges formában? Hát ez a mi gyerekkorunk, tehát azért ez egy olyan műfaj, ami az egész életünkön végig kísér bennünket, és akkor, amikor egyébként a Pannon Filharmonikus Zenekar hangszerelésében először ezt megprodukcióban meghallottuk, meg meghallgattuk, akkor nyomban kedvet kaptunk hozzá. Sőt, az igazság az, hogy mi is kacérkodtunk már a gondolattal, hogy ezt megcsináljuk, de aztán, mikor nekik ez megvolt, annyira kézenfekvő volt, hogy én elég jó kapcsolatban vagyok az ottani igazgatóról, és akkor kölcsönkértük tőle a kottákat, és ebből kifejezőleg 3 vagy 4 projektet játszottunk, már nem emlékszem pontosan, lehet, hogy ez a negyediket, és akkor csak 3-at, de aztán mi készítettünk egy saját hangszerelést, amit kimondottan a győri zenekarnak készült, mert mi egy picit másképp éreztük, meg másképp gondoltuk, bár óriási sikerünk volt azzal az arrangzsal is, és akkor ez ma este fog debütálni egyébként, ez az új átirat, és hát ez most már miénk, és ez bármikor és bárhol el fog tudni játszani, és hát igény meg van rá. Indul ugye hamarosan az új évad, mivel készül a zenekar 2023-2024-re? Hát varázslatos, ez az évadnak egyébként is a címe. Hát rögtön egy olyan kuriózummal kezdünk, ami szintén a crossover műfajához tartozik, a világhírű zongora virtuóz Péter Bence lesz a vendégünk az Audi Arénában, és akkor, ha valaki tudja, hogy milyen a Péter Bence show, és ahhoz még hozzáad egy szimfonikus zenekart, ami játszik filmzenétől, crossovereken keresztül, az égvilágon mindent, akkor az még egy szint. A saját szerzeményét is lehet majd ott hallani, persze ismert filmzenéket, ismert pop medléket, sőt, most a legújabb újdonság egy Walt Disney egyvileg is lesz, amit vele együtt csinálunk, úgyhogy ezzel nyitunk. Egész pontosan nem ezzel nyitunk, mert itt vagyunk Movaron, és ezzel nyitjuk az évadot. Meg megyünk Ausztriába egy fesztiválra, Glognitzba, Tihanyban fogunk játszani még itt az évad elején, és a Győri Filharmonikus Zenekarnak a hivatalos koncert szezonja pedig a hagyományoknak megfelelően a Zenevilág napjához kapcsolódóan szeptember végén, október elején kezdődik. Mosonmagyaróvár hozzászokott, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar jön hozzánk, de ugye különlegességét adja, hogy ti, mint énekesek, színpadra léptek, és abba slágereket csempésztek ide közénk a Szent István Napok 0. napján. Kicsit beszéljünk arról először, hogy neked milyen kapcsolatod van az Abbával, milyen messzire tudod visszavezetni, vagy közelre tudod visszavezetni a kapcsolatodat a zenekarral. Nekem az Abba mindig is nagy kedvencem volt. Nem tudom pontosan, hogy mikor oszlottak föl, de azt tudom, hogy nagyjából akörül, amikor én megszülettem. Így aztán adná a helyzet, hogy egyáltalán nem is ismerem őket, de hát ki az, aki nem ismeri az Abbát? Az ő zenéjük, meg az ő művészetük, mondhatom azt, az gyakorlatilag évtizedeken átível, és most már tényleg az van, hogy szerintem a feloszlásuk óta is közel 40 év eltelt, és az Abba dalokat mindenki ismeri, mindenki hallgatja, mindenki szereti. Úgyhogy nekem az Abbával való kapcsolatom az kifejezetten személyes és szoros, tehát nagyon sokat hallgatom is a zenéjüket. Énekesként, előadó művészként hogyan élted meg a próba folyamatot, az, hogy most egy ilyen különleges millióban adhatjátok elő ezeket a slágereket? Az a helyzet, hogy szimfonikus zenekarral énekelni az mindig óriási élmény, és az, amikor az popzenével párosul, tehát tulajdonképpen valami egészen új műfaj jön létre, az mindig nagyon izgalmas, és nekem, mint popénekesnek alapvetően egy nagyon kedves feladat. Főleg akkor, amikor ilyen kollégákkal dolgozhatom, akiket egyébként nagyon szeretek, és egyébként a hölgytagokkal már korábban más produkciókban is dolgoztunk együtt, a Bálinttal most először. Ez nyilván nagyon sokat segít, hiszen ismerjük egymást, és az, amit a színpadon együtt létrehozunk, annak igazán így tud szíve lelke lenni. Kicsit beszélgessünk arról, hogy az Abbának milyen jelentősége van napjainkban, hiszen úgy gondolom, hogy egy kortalan zenekarról beszélhetünk. Az Abba megcsinálta maga sztoriát.
azzal, hogy nagyon tartózkodóak lettek azután, hogy visszavonultak. Ugye azt látjuk a magyar popszakmában is, hogy aki egyszer búcsúkoncertet csinál, az biztos, hogy utána még fog koncertezni. Tehát ilyen nincs nálunk, hogy búcsúkoncert. Ők viszont abba hagyták. És ezzel ugye persze egy csomó rajongóban ilyen tragédia érzés keletkezett, de a mítosznak, az abba mítosznak ez annyira jót tett, hogy fölrepítette, életben tartja továbbra is az Abbát. Persze a zene önmagában is életben marad. Az én időmben az Abba és a Boniem legalábbis Magyarországon nagyjából egy szinten futott népszerűségben. És hát manapság erről már nem beszélhetünk. Az Abba egy ilyen örökérvényű zenévé marad, zenévé vált, a Boniem az kevésbé, persze egy-két számot leszámítva. De ez hozzátartozik a mítosz. Az, hogy film készült, Abba sztori nyomán az, hogy dokumentumfilm is készült, a Mamma Mia, mint musical az óriási sikert ért el, az, hogy az Abba slágereket feldolgozva éneklik az szimfonikus zenekarral, az is ennek a jele, könyvek jelennek meg, a mai fiatalok még mindig gitározzák az Abba dalokat, ez azért nagyban köszönhető annak, hogy egy nagyon-nagyon jó sztoriuk volt, bármennyire is tragikus az. Milyen extrát ad hozzá ez a zenéhez, hogy például ma este itt a Győri Filharmonikusoknak a kíséretében szólalnak meg ezek az örökérvényű slágerek? Én azt gondolom, hogy azt a fajta bezetszungot vagy hangszerelést, amit mindenki ismer, hát azt bárki meghallgatja, hogy bárhol, YouTube-on, Spotify-on, nem tudom, fölteszi a régi lemezeket. Egy szimfonikus zenekar az mindig egy kicsit elemeli az egészet. Egyrészt tud dögössé vagy dögösebbé válni, de ad neki egy ilyen klasszikus keretet, hogy azért ez már így egy velünk élő klasszikus zene a szószoros értelmében, még ha nem is komoly zene. Ez egyrészt elegancia, másrészt érdemes nézni a komoly zenészeknek az arcát, akik általában azért szomorúan ülnek egy koncerten, vagy legalábbis nagyon komolyan nézik a kottát, hogy azért elmosolyodnak, össze vannak keresztve popzenészekkel, vagy legalábbis a popműfajban működő énekesekkel, és hát ennek az elegye az egy ilyen nagyon különleges valami. Néha izgalmas, néha mi magunk, vagy ők maguk se tudják, hogy mi lesz belőle, mert nem mindig passzol minden, de én eddig azt láttam, hogy a közönség ezt nagyon, nagyon vette, jól vette.
3 évvel ezelőtt találkoztunk legutoljára a nem túl messzi János Somorján, akkor még egy nagyon kis helyen nagyon-nagyon kis koncertet adtatok, viszont egy héttel ezelőtt, hogy kicsit aktualitást is említsünk, ugye a Szigeten léptetek fel a nagy színpadon, úgyhogy muszáj, hogy feltegyem a kérdést, hogy hogy éltétek meg ezt a koncertet, milyen emlékekkel tértetek haza, és most mosom Magyaróvárra. Nagyon durva, nagyon vicces volt az János Somorjai buli. Te interjúztál velünk akkor? Hát akkor nagyon-nagyon vicces interjú volt, erre emlékszem. Ez egy elég ütős interjú volt, meg jó koncert volt, én úgy emlékszem, csak nagyon meleg volt, és bent koncerteztünk. Ilyen tornateremben, augusztus. Hát a műfháznak az izéjében, a dísztermében. Augusztus lehetett? Augusztus elején, 8-a, 9-a környékén, úgyhogy pont 3 évvel ezelőtt. Akkor takra. Hát nagyon izgalmas volt a Sziget, azért egészen semény nyilván, de nagyon, én nagyon élveztem azt, hogy egy sokkal ilyen diverzebb közönségnek játszottunk, ami, ahol az van, hogy a legtöbb ember az tényleg egyáltalán nincs tisztában a zenekarral, hanem mondjuk csak azért van ott, mert már eleve bent van a fesztiválon, esetleg vár egy másik fellépőt azon a színpadon. Nem tudom, én szeretem azt, te Barni. Én is nagyon szeretek játszani a Sziget Fesztiválon, tök jó volt. Ugye ide nagyon sok újdonsággal vártátok a rajongókat, megjelent a legújabb lemezetek, és ugye nagyon sok minden történt az elmúlt évek alatt, a Covid és a többi helyzet sem hátráltatta a zenekarnak az életét és az előre menetelét. A negyedik címmel megjelent a negyedik albumotok, ugye ezen csak magyar nyelvi számok vannak. Hogyan éltétek meg ennek az albumnak az elkészültét, és az, hogy egy picit elmentetek más irányba mondjuk az első albumhoz képest? Messze a legjobb ilyen lemezfelvételi folyamatunk volt. Egy sokkal több időt hagytunk magunknak, meg egy ahelyett, hogy nem tudom milyen zárt stúdió vettük volna föl egy ilyen Budapest környéki, hát kastélyban, kastélyban, nem tudom, egy ilyen, a lényeg az, hogy, hogy nagyon sok zöld, nagyon sok kutya meg jellemezte ezt a felvételt, és ez szerintem nagyon ráhat arra, hogy mennyire voltunk nyitottak, mennyire volt türelmünk kipróbálni új dolgokat, és ez nem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sok szempontból így az eddigektől így elrugaszkodottabb lemez legyen. Ma Mosom Magyaróvár, amivel készültetek, mit hallhat majd itt a helyi közönség? Egy igazi rock and roll koncerttel készültünk, aminek a gerincét főleg az új lemeznek a dalai fogják alkotni. Persze előfordulnak majd olyan trackek is, amelyeket akár az előző, meg az azt megelőző lemezekről is összeszedtünk. De hát ez már a nyár vége, be vagyunk játszva, teljes magabiztossággal állunk majd a színpadra. Hát az biztos, hogy jobban összeálltak ezek a dalok így most, mint mondjuk így júniusban, amikor elkezdik játszani, most is zajlik épp a beállás, nem értem, hogy lehet az, hogy mi nem vagyunk fent, ez egy trükk. Jó, akkor még egy gyors kérdés, amit gondolom mindenkitől megkaptok, mik a tervek a jövőre nézve, mi az, amiről lehet beszélni, hogyan tovább a zenekarral? Szeptember 1-én játszunk a Budapest Parkban, az olyan izgalmas, ez egy ilyen minifesztivált csinálunk, így 7 másik olyan zenekarral meg előadóval, akiket tök nagyra tartunk, és akiknek is szeretnénk több lehetőséget biztosítani, arra, hogy elérjenek közönséget. Aztán kicsi pihi, de most kipihenjük a nyarat, aztán utána meg nem tudom. Új lemez esetleg? Bízunk benne. Derék lenne. Voltál katona? Hát én 84-ben voltam Zalában. Én is. Engem levittek Baracskára, mert nem akartam bevonulni a seregbe. De ez teljesen klasszik. Hát igen, szeretnénk új lemezt, új dalokat. Most megyünk külföldre is majd az ősszel, úgyhogy annak kapcsán is majd izgalmasan alakulhatnak a megjelenések, de arra még semmi konkrétat nem tudunk, mi sem. De hamarosan be fogunk jelenteni egy őszi nyugat-európai turnét. Ha valaki tudja, hogy miénk a terveink, az szóljon nekünk, mert most nagyon nem vágjuk.
éves idén a zenekar, úgyhogy muszáj ezzel kezdenünk az interjút. Hogyan tudnátok az elmúlt 10 évet összefoglalni? Hogyan éltétek meg ezt, hogy eljutottatok oda, ahol ma tart az együttes? Hát először is nagyon örülünk, hogy eljutottunk idáig. Még nagyon sok 10 évet tervezünk magunknak. Hát egy álom vált valóra, azt csinálhatjuk, amit szeretünk, és egy ilyen életformává alakult ez át. Együtt van a család és zenénk jó sokat, nagyon pörgős most a fesztivál szezon. Ugye, de alapvetően mi egész évben szoktunk dolgozni, hogyha nem a színpadokon, akkor kreatív munka folyik a háttérben. Nézek, zugor, veled érted, akarok, te mérted. Gyere, élvesd, hogy a nap reggel majd neked éved. Említetted, hogy nagyon aktív a nyár, láttam, hogy nagyon sok helyen voltatok, mindenhol telt házas koncertek. Hogyan telt eddig a nyár, mik voltak azok a fellépések, amik ilyen maradandó élményt és örök emléket okoztak? Az idei év úgy gondolom, hogy egy kiemelt év, hiszen 10 évesek vagyunk, egy ünnepi évnek szerettük volna ezt megélni is, és eddig hál' Istennek sikerült. Volt egy tavaszi nagy koncertünk, egy ünnepi koncertünk az MVM Domba, majd ugyanezt a műsort, illetve az ünneplést haza is vittük a városunkba. Nemrég játszottunk az Egyfest nevű fesztiválon, amelyet Gyergyószent Miklóson rendeznek. Mindkettő szuperül sikerült, de ugyanígy játszottunk a Budapest Parkban az idén nyáron. Azt hiszem, hogy talán az idei volt az, amíg a legtöbb ilyen kiemelt, nagy közönséges koncertünk volt, és ezeket csak jól megélni lehet igazából. Csak az a barna, a két szép személye. Egy lemez is jelent meg a 10. évfordulóra. Kicsit beszélgessünk erről, hogyan készült ez a lemez, milyen volt az alkotói folyamat, és mit adott nektek ez akár a munka, akár a kész gyümölcse a munkának. Egész évben szoktunk mindig dolgozni a dalokon, tehát ebben nincs megállás, vagy nincsen olyan periódus, amikor több vagy kevesebb dal íródna. Eddig sikerült 2 évente megjelentetni nagy stúdiólemezt, és ez esetben is így sikerült tenni a dalok megírásának a végezetét. És nagyon szuper lemeznek sikerült szerintünk, mi azt gondoljuk, sokat kísérleteztünk rajta, kicsit új hangzásvilág, vannak olyan dalok, aminél visszanyúlunk az első bagos is hangzáshoz, úgyhogy egy egész jó kis ilyen egyveleg lett minden, amit szeretünk, és azt gondolom, hogy egy igazi kerek 5. nagy stúdió lemezé sikerült a mozsálni. Az enyém az az emlék, ami összetart, ez a banda egész ugyanúgy, mint én. És a mai koncertre mivel érkeztetek, mit hallhat majd a Moson magyaróvári közönség? Tehoztuk az idei nyár repertoárját, ami egyébként nagyon sokat változott az elmúlt hetekben, hónapokban, többek között köszönhetően annak, hogy megjelent az új lemezünk. Emiatt mindig hoztunk egy-egy új dalt, kísérleteztünk, mi működik jobban a koncerteken, és azt játsszuk most jelen pillanatban, amit körülbelül 3 hete kezdtük játszani, azt a repertoárt, vannak benne újdonságok is, amit valószínűleg a Moson magyaróvári közönség az még nem hallott. A helyszín kitűnő, gyönyörű a látvány, szerintem itt csak jó koncert lehet. Idén még szeretnénk koncertezni egy jó adagot, ugye ez tényleg ilyen ünnepi év számunkra, hogy nagyon sokat láthat majd a közönség a színpadon. Aztán vannak mindenféle meglepi terveink a következő 1-2 évre, amiből nem árulnánk el kb. Semmit azért, hogy majd tényleg legyen meglepetés, és izgalmasan várja a közönség. Lesz most egy izgalmas projektünk, ami Vivaldinak a 4 évszakát dolgozzák fel, és abban részt veszünk bizonyos fokig, és ott majd érdekes köntösben láthat minket a közönség.